1952. szeptember 24-e történelmi fordulatot jelentett Székelyföldön. Akkor jött létre a Magyar Autonóm Tartomány. A Szovjetunió határozott kérésére, azt is mondhatnánk nyomására született meg a Magyar Autonóm Tartomány. A helyi román lakosság úgy értelmezte ezt a dolgot, hogy a bukaresti államvezetés elárulta őket. Az ügyészségen bent egymás között a bírósági tárgyalásokon mindig magyarul beszéltünk. 5 hónapi keresetemből vettem egy inget magamnak és egy nadrágfiat, a nadrágfiat azért, mert lefogytam esetleg a nadrágot. Az egyetemnek a oktatása, ahogy mondtam, tiszta magyar nyelvű volt.